Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, a 105. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, mindenkit, kicsiket és nagyokat, férfiakat és nőket, időseket, fiatalokat. A mai Isten tiszteletünkben együtt vagyunk, Isten előtt, hódulatban, magasztalásban, őt áldjuk, őt dicsérjük, és egyben ő hozzájárulunk újra és újra könyörögve, életünk minden dolgaival, nehézségeivel, fájdalmaival és küzdelmeivel, hogy legyen jelen, vagy leginkább, hogy felismerhessük, hogy hol van jelen az ő életünkben. Ebben is segít újra és újra a mi vasárnapi együttlétünk, úrnapi együttlétünk. És ezzel együtt külön nagy szeretettel és külön nagy figyelemmel köszöntjük a körünkben a keresztelőre érkezett gyermeket és családját. Örülünk neki, hogy Ablonczi Lilit most ismét láthatjuk, most nem éppen apukára vagy anyukára kötve. Egészen meglepődtem, ahogy beléptem az irodába, hogy a kis hordozóban volt, szinte föl se ismertem, ő Lili, hogy nem a szüleire van kötve éppen. Nagyon örülünk neki, hogy együtt örülhetünk veletek és a családotokkal. Isten hozta családotokat a körünkben, a Diósdi Református Misszió Egyházközségben, a gyülekezetünkben, és örülünk, hogy veletek együtt a család, rokonok, barátok, természetesen keresztülők, veletek együtt örülünk és adunk hálát Lili életéért, és imádkozunk az Isten áldásáért az ő életére. A keresztelőre is készülve a család egyik kedves énekét énekeljük, gyülekezeti énekfüzetünkből, Írd át álmaim.
Gyertek fennállva, hallgassuk meg, amin Jézus szerezte a keresztségnek a sákramentumát, szentségét. Így mondja Jézus, miután feltámadt a halottak közül, és elköszön a tanítványaitól, mennybemenetele előtt, így mondja, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítványá minden népet. Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Szeretett család, hallgassátok meg, szeretett gyülekezet, a 127. Zsoltár szavait is, a 127. Zsoltárt olvasom még. Zarándok ének Salamoné, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyemé gyümölcse, jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten hozta Lilit. Isten hozta Lilit. Ez a keresztség tömörített, egy mondatban zsúfolt szépsége és ajándéka. Ő adta nektek. Ő adta és ő készítette el, azt is, ahogy ő egy személyében, személyiségében, amilyen, amiből ebből talán már láttok valamit, talán még keveset, hogy milyen lesz ő jellemében, gondolkodásában, érzésvilágában. De bármilyen is lesz, Isten hozta Lilit. Ezért ez a mondat akkor is sokat segít, amikor örülünk egy-egy kibontakozó tulajdonságának majd, a család, és akkor is, amikor kihívásként éljük meg egy-egy vonását, egy-egy dolgát az életünkben. Isten adta őt nektek. És Isten különösképpen eltervezte ezt is, hisszük, és örülünk ennek, hogy harmadik leánygyermekként érkezett meg a családba. Berta és Ilka után Lili is ott van. Bertát és Ilkát már jobban látja a gyülekezet közössége is, látjuk az ő jellemvonásaikat, vagy látni véljük. Amikor most családot látogattam, akkor láttam még plusz vonásait a lányoknak. Elevenségüket, életerejüket, és azt is, hogy milyen nagy szükség van ebbe a családba a gondoskodó anyai szívre, aki tudja, hogy mikor kell letenni például a gyermeket játszani a szőnyegre, és mikor kell nagyon gyorsan fölkapni, mert valamelyik nővér igyekszik ott mellette el, és hát nem is mint egy birodalmi lépegetők, mert azok lassúak voltak a filmben, hanem csak úgy gyorsan átviharzanak, és mentő anyai szeretet felkapja esetleg Lilit. Elevenek a lányok, elevenen figyelnek egymásra, és ha véletlenül gyógymasszőrre lenne szüksége Lilinek, vagy valamelyik izma nem lenne a helyén, akkor valamelyik nővére segíti, hogy a lábát meghúzza, hogy ne legyen utána gond a csípővel sem, meg semmi. Isten hozta ebbe a családba, a lányok közé, ahol két nővére lehet Lilinek, és így cseperedhet fel az életben. És igen, Isten hozta őt ebbe a családba, ahol Edina az édesanyja. És Isten ajándékozta ezt így,
hogy te legyél ennek a három lánynak, és közöttük Ülinek is az édesanyja. És akkor, amikor esetleg egy-egy nehezebb éjszakai történet után, küzdelemben, körülményekben, bármiben is érzed magadat, az Úristen gondoskodása, bizalma, szeretete van ebben. Rád bízta ezt a három lányt. És nem szoktunk ellenkezni a tervei ellen, ez nem igaz, szoktunk. De amikor itt vagyunk, Isten tiszteleten, gyülekezetben, akkor mindig megerősödünk ő benne és az ő nagy tervében. És Isten hozta Lilit ebbe a családba, ahol Áron te vagy a családapa, a férj és az apuka. Láttam már ifi táborban is, hogy tudsz infantilis lenni, most senki nem hallotta ezt, akik ifjúsági táborba küldik a gyermeküket. A szó pozitívan mondom, a gyermekekkel együtt játszó, kalandozó, amikor a tábor másik vezetőjét vízzel lelocsoló, megbocsátottam már, eltelt egy év, megbocsátottam, mindenki előtt leöntöttél vízzel. De Isten adta meg így, és Isten hozta Lilit ebbe a családba, ahol egy ilyen apuka van. Ismerjük a határozott oldaladat, a karakteres oldaladat is, de azt is, hogy le tudsz ülni a maga természetességében együtt játszani a lányokkal. Neked ajándék ez a három lány, most is, és adassék meg, bontakozzék ki, hogy mennyi szépséget és örömet fogsz megélni az életben, amit ez a három lány fog adni, amit Isten akar adni ezen a három lányon keresztül. Isten ajándéka ez a gyermek. És végül a felsorolásból szeretném beletenni még a családot is, a nagy családot. Sokfajta tapasztalatotok van a nagy családról. És aki nem nagy családban él, itt unokatestvéreket, testvéreket, nagyszülőket, az egész csapatot értem, ha szabad így mondani, aki nem nagy családban él, az hajlamos azt gondolni, hogy olyan a nagy család, mint egy, nem tudom, zsák krumpli, és akkor mind van egyforma, és akkor, hogy egyik ilyen, másik olyan, az ember összekeveri, mindegy összekeveri a neveket, Ili, Ilka, 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 Sebestyén, Sámuel, Boglár, ezt én is tudnám mondani. Hát, hogy összekeverek a nevek, mert mindegy olyan, mint egy krumpli, egyforma, és kiderül, hogy nem így van. A nagy családban úgy tűnik, hogy sokkal inkább úgy van, akárhány unoka is születik, akárhány unokatestvér is van a családban, hát azok olyanok, mint a diósdi templom kertbe a paradicsom és paprika palánták. Ezt így megérzitek. Hogy azok mindegyik egy önálló élet. Tudom, hogy melyik hogyan ültettetett, nem azért, mert olyan nagyon nagy kertész lennék, hanem mert mindegyik egy. Tudom, hogy kitől kaptam, melyik gyülekezeti tagadta, palántázzam el, és tudom mindegyiknek a sorsát is, hogy hogyan fonnyad, vagy éppen hogyan növekszik. Isten hozta ebbe a családba Lilit. Egy újabb karakter, egy újabb ajándék. Öleljön körbe, kedves gyülekezet, ezt a családot. Mert Isten úgy látta jónak, hogy itt és most Lili ebbe a gyülekezetbe kereszteltessék meg. Isten így látta jónak. Mi ezt fogadjuk el felelősséggel, hordozzuk őket imádságban és szeretetben. Azért a Krisztusért tesszük ezt, aki egytől egyig ismert minket, egytől egyig ismerve minket, kereszthalált vállalt értünk, és feltámadt értünk a halálból. Amen. Gyertek, fennállva legyünk tanulni a keresztelés örömének. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat,
a szenteknek közösségét, mindenek bocsánatát, a test feltámadását és az életet. Amen. Szülőket, keresztszülőket kérdezem, akarjátok-e, hogy kicsiny Lili a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék az Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevébe a mai napon meglegyen keresztelve. Ha így van, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek őt, hogy ő maga felnőve, majd önként a konfirmációja alkalmával vallást tegyen a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, Isten és a gyülekezet színe előtt. Ha így van, feleljétek, ígérjük. Szeretett gyülekezet, benneteket kérdezlek. Ígéritek-e, hogy imádságban hordozzátok-e kicsin gyermeket, Lilit és az ő családját, és minden segítséget megadtok ahhoz, hogy a mostani ígéretükhez hűek maradhassanak. Ha így van, feleljétek, ígérjük. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, neked Lilit. Köszönjük neked az ő családját. És köszönjük azt, hogy a legnagyobb család öleli most körbe. Te. Amikor kereszt víz jelképez valamit, akkor az nem jelképez más, mint hogy te befogadtad őt. Nem pusztán emberek közé, emberi közösségbe, ahol emberek szeretete körbeöleli őt, hanem befogadod őt a te családodba, ahol te vagy a főnök. Te vagy a családfő, te vagy az, aki megteszel mindent a családodért, te vagy az, aki önmagadat adtad a te családodért. Dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy Lilinek bármelyik pillanatában az életben, hogyha elbizonytalanodna önmaga értékessége felől, hogy ő kihez tartozik, hogy ő neki milyen reménysége lehet az életben, akkor újra és újra kimondhatja majd hittel, megharcolva ezt a mondatot, meg vagyok keresztelve, engem befogadott az Isten, ingyen kegyelméből, nem azért, mert tudtam érte bármit is tenni, hanem azért, mert Isten könyörült rajtam. Légy áldott, Urunk Jézus Krisztus, légy áldott, drága Atya Isten, légy áldott, drága Szentlélek Isten, hogy felhatalmaztál erre minket, meghirdethessük a te nagy befogadásodat a te családodban, a te szeretetedben. Kísért kérünk Lilinek az életét, családját, nővéreit, szüleit, nagyszüleit, unokatestvéreket. Kérünk, Urunk, hogy a gyülekezet is hagyd tudjon maradni neked tett ígéretéhez. Amen. A gyermekeket bátorítom, hogy aki szívesen közelebb lép a kereszteléshez, szabad előrelépni. Kérem a kereszt szülőket és szülőket, hogy gyertek ide, mert az úrasztala mellé. Ide. Keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Lili, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked mindig, mindenkor békességet, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. A gyülekezet a 134. Zsoltár 3. versével kívánja áldást Lili életére.
gyermekeket, ellenőri gyermek Isten tisztelet. Ézsaiás proféciáját olvasom, 42. részből, az első 4 verse. Úgy értjük ezeket az igéket, az új szövetség alapján és Isten szent lelke alapján, mint amely igék Jézus Krisztusra mutattak több száz évvel Jézus születése előtt. Így szól az ige. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki. Hűen hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvény nem szerez a földön, tanítására várnak a szigetek. Helyükön maradva fohászkodjunk. Hol van olyan tanító, hol van olyan törvényt adó, akit várnának, akinek a szavából, törvény adásából jó, békességes, élettel teli valóság fakad. Hol van egyáltalán az a törvény, amelyeket nem kikerülni és megváltoztatni akarnánk? Kérdés felvetéseink önmagunktól árulkodnak, hogy szétválasztjuk a törvényt és a törvényadót, és saját tapasztalataink alapján mondunk ítéletet. Köszönjük, hogy lélekkel teli voltál, Krisztus. Köszönjük, hogy szolgai formát vettél föl, amikor betölteni jötted a törvényt. Azt, amit mindenki fölvett, forgatott, és nem találta helyét, hogy hogyan s miként kell kezelni, és egyesek így is mások úgy próbálták meg a helyére tenni a törvényt. Ideverték, odaverték a cölöpöt igazodásképpen, és rámordultak az emberekre, íme a törvény, s ott a törvény, és így kell, és úgy kell járni a szerint. És amikor megelégelted, amikor betölt az idő, eljöttél, hogy helyére tedd a törvényt, amelyik nem kiskorúsít minket, hanem felszabadít, amelyik nem korlátoz, hanem korlátozza a gonoszt, amelyik mentén élet fakad, mert nem önmagában olvassuk azt, hanem mint amit tőled kaptunk. Jézus Krisztus, így magyarázt közöttünk, a mai ige szakaszt is tőled vesszük, aki annyira drágának és fontosnak tartottál minket,
hogy emberi életet, szenvedést, fájdalmat is hordoztál értünk, hogy megszabadíts minket minden átoktól, és felszabadíts minket a nagybetűs életre. Amen. Leülve 274. számú énekünket énekeljük, 274. számú énekünk, ki Istenének átad minden. 274-es számú énekünk. Máté evangéliuma magyarázatának a sorozatát olvasom a 12. részből, az első 21 verset következőképpen. Abban az időben Jézus gabonaföldeken ment át szombaton, tanítványai pedig megéheztek, és kalászokat szakítottak le, és azt tették. Ő annyira Sámuel, és annyira a templomhoz van kötve, hogy nem akar kimaradni már most sem az ige hirdetésből. Majd az ebédlő asztalnál összefoglalom neki. Abban az időben Jézus gabonaföldeken ment át szombaton, tanítványai pedig megéheztek, és kalászokat szakítottak le, és azt ették. Amikor ezt meglátták, a farizeusok szóltak neki, íme tanítványait olyat tesznek, amit szombaton nem szabad. Ő pedig ezt válaszolta neki. Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kísérőivel együtt megéhezett?
Bement az Isten házába, és a szent kenyereket ették meg, amelyeket nem lett volna szabad megennie, sem neki, sem az ő kíséretének, hanem csak a papoknak. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot? Mégsem vétkeznek. De mondom nektek, nagyobb van itt a templomnál. Ha pedig értenétek, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, nem áldozatot, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek, mert az emberfia ura a szombaton. Onnan eltávozva bement a zsinagógájukba, ahol volt egy sorvadkezű ember. Azért, hogy vádat emeljenek ellene, megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani? Ő pedig ezt mondta nekik, ki az közületek, akinek ha egyetlen juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Mennyivel többet ír az ember a junál? Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ide a kezedet, és kinyújtotta, és az újra olyan egészséges lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek és elhatározták, hogy végeznek vele. Mivel Jézus tudta ezt, eltávozott onnan, és sokan követték őt, ő pedig meggyógyította mindnyájukat. És megparancsolta nekik, ne fedjék fel kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált. Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit szeretek, akiben gyönyörködöm. Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek. Nem szíti szájt, és nem lármáz. Senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepett nátszálat nem tör el, és a füstölgőmécsest nem old ki, míg győzelemre nem viszi az ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek. Amen. Nem a tegnapi futballmeccsen történt, hanem egy korábbi, hogy a kommentátor, miközben közvetítette a mérkőzést, elkezdődött a mérkőzés, és az első néhány percben számoltuk a fiammal, 8,5-9 percben, más sem mondott, egyébként szeretjük a kommentátor bácsit, de más sem mondott, csak statisztikákat. Statisztikákat és statisztikákat. Hogy az ellenfél csapata idegenben még sosem lőtt, vagy még sosem kapott, vagy a mi csapatunk hazai pályán, februárban, esős időben még sosem kapott, vagy sosem nem kapott. A legkülönbözőbb statisztikák vannak már a kommentátorok kezében, hogy a fiatal ember, aki 19 éves, 2 hónapos és 3 naposként lép pályára, most 22-t és feledszerre a válogatott mezőt fölhúzza, ő ilyenkor, mikor az anyukája vagy az apukája boldog születésnapot kíván neki, mindig szokott gólt rúgni. Kifigurázom, de elképesztően kicsavarják már a statisztikát. És már azon gondolkodtam, hogy lehalkítom a kommentátor bácsit, és csak nézem a futballt, de ugye távol ülök, pici, alig látom, nem is értem, mi történik, szóval visszahangosítom. Mi a lényeg? Hát a foci. Hát, hogy a foci menjen. A foci történjen. És ez a bácsinek 9 percen keresztül csak a statisztikát mondta, majd a 9. percben azt mondta, hát eddig a csapatok felmérték egymást. Ezzel letudta az első 9. Kóstolgatják, ezt mondta, kóstolgatják egymást. Morcos voltam. Nem, szerintem nem csak kóstolgatták egymást, volt jó helyzet, csak nem kommentáltam, már majdnem beálltam és kommentáltam helyette. A lényeg a foci, a futball, és nem a statisztikák. Ez persze nem szentírás, csak én így látom. És az illusztrálásképpen azért mondtam el, mert valahol, vagy nem is valahol, Jézus
éppen azért, és amiatt tesz, vagy éppen nem tesz dolgokat szombaton, hogy helyére tegye, hogy mi a szombat lényege. Az a szombat, amelyiket az ottani nép, az ottani írástudók, farizeusok, törvénymagyarázók szent napként megéltek, és szent napként meg akarták, hogy éljenek az emberek is, akik úgy gondolták, rájuk van bízva. Be akarták tartani, és be akarták tartatni a szombatnapot. És innen nézve kissé talán szórakoztató is, hogy hogyan kezelték a szombatot, de majd meglátjuk, hogy talán nem is áll ez annyira messze tőlünk. Meg volt határozva, mit szabad, és mit nem szabad tenni. Sétálni bizonyos mennyiségig lehetett. Úgyhogy ha azt hiszitek, hogy a lépésszámláló 21. századi találmány, nem. Több ezer éves találmány a lépésszámláló, hogy egy nap 10 000 lépést tegyél meg, hogy egészséges legyél, ezt mondja a mobiltelefon, biztos azt mondja meg okostelefon. Hát akkor is már számolták a lépéseket, és akkor azt mondták, szombaton csak bizonyos mennyiségig lehet sétálni. És ezen előírás mellett még sok-sok más előírás terheli, nehezíti azt, hogy igazán megértsük, mi szombat célja. De hogy ide megérkezzünk, a második, amit érdemes megnézni, hogy hogyan kezelték az embert ezek az emberek. Úgy tűnik, ez a kör az akkori vallási vezetők az emberben eszközt láttak hatalmuk biztosítására és megőrzésére. Az ember pusztán eszköz arra, hogy a hatalmamat, ami van abban a társadalmi beágyazottságban, a nép fölött megőrizzem. Hiszen odaállítanak egy sorvadkező embert. Egészen abszurd a helyzet. Ők állítják oda. Vajon meggyógyítja Jézus? Nem azért viszik el Jézushoz, hogy meggyógyítsa, és ennek az embernek jó legyen. Azért viszik oda Jézushoz, hogyha Jézus meggyógyítja ezt az embert szombaton, ezt a sorvadkező embert szombaton, akkor vádat tudnak emelni Jézus ellen, hogy szombaton gyógyított. És szombaton nem szabad csak úgy gyógyítani, mint ahogy kalászokat sem tépegetünk az út mellett. Kulturálisan ez egy furcsa helyzet talán, de amikor a tanítványok mennek, sétálnak az úr szombaton, gabonaföldeken keresztül, és akkor szedegetik, és hát ugye ők gabonamagokat nem foci meccsen a napraforgó magjait, hanem a gabonamagot eszegették, és azzal laknak, vagy verték el az éhségüket. Hát ezt se szabad csinálni, ha az ember éhes, és szombaton éhezik meg, és egy karnyújtásra van tőle az élelem, nem szabad ennie, éheznie kell, hogy a törvényt betartsuk, mert az ember csak eszköz. Ezzel a kettővel áll szemben, kedves testvérek, a Jézusi értelmezés. És így fogunk megérkezni magunkhoz. Mit mond Jézus az emberről? Hogyan látja az embert? Vajon eszközként-e a hatalom megtartására, vagy a hatalmát messze menőkig be akarja vetni az ember megmentésére? Nyilván Máté utóbbiként mutatja be nekünk Krisztust. Azt a Krisztust, aki kemény tükröt állít a kor embere elé, azt mondja, a juhok nagyobb megbecsülésben vannak nálatok, mint az ember. A juhok, ha verembe esik, kimentitek szombaton, és az emberrel nem foglalkoztok. Mert Jézusnak nem pusztán az ember értelmezése más, hanem a szombat értelmezése is más.
Jézus radikálisan mást gondol a szombatról. És nagyon nehezen tudja megtanítani a törvénytudóknak és farizeusoknak, mert teljesen más a célja Jézus értelmében, értelmezésében a szombatnak. Még a farizeusok és írástudók sok-sok szabályt hozzátűznek, sok-sok apró mozzanatot próbálnak letenni, és érezzük és gyanús, amit nagyon sokáig magyarázunk, az valószínűleg nem értjük. Jézus nem magyaráz, nem engedi, hogy a tanítványok szedjék a gabonát, meggyógyítja nem csak a sorvadkezőt, hanem sok más dolgot, embert is azon a napon. Jézus nem tesz valamit, hanem tesz, cselekszik. Nem az a kérdés, hogy lehet-e focizni vasárnap a gyerekeknek, mert vasárnap van, és nem szabad hangoskodni bizonyos társadalmi helyzetben, mondanánk ezt esetleg bizonyos törvényértelmezők, hanem az a kérdés, hogy a szülők mit tesznek a gyerekeikkel. Szombaton is, meg egyébként is. Fociznak-e velük szombaton vagy vasárnap? Hamar megérkezünk magunkhoz. Láttuk, ahogy az emberek abban a korban értelmezték a szombatot és a másik embert, és látjuk azt, hogy Jézus homlokegyenest máshogy látja az embert és a szombatot. Te hogyan látod az embert? Ferenc pápát nem szoktam olvasni, sajnos csak a hírekből jut el hozzám, amiket mond. Kemény ítéletet mondott a társadalmunkról néhány hónapja. Azt mondta, hogy a kis állatok nagyobb becsben vannak tartva, mint az emberek. A juhok nagyobb becsben vannak tartva, mint az emberek. Senkit nem kövezek meg, aki kiskutyát, kismacskát tart. Nálunk is van kis állat. Mondjuk nem én kértem egyiket sem, de azért vannak. De úgy tűnik, hogy könnyebben tudjuk kezelni a kis állatokat, mint a másik embert. Ne pusztán az ítéletet halljuk meg ebből. Egyszerűen először halljuk meg a tényállást. Miért könnyebb a kis állattal szót érteni, mint a másik emberrel? Miért vagyunk jóban, könnyebben jóban ezekkel a kis teremtményekkel, akik aranyosak, kedvesek, csipognak a papagájok, és nyávognak a cicák, és meg kell őket etetni, és meghálálják. Miért könnyebb velük? Miért könnyebb őket becsben tartani, mint a másik embert? Foglalkozol-e annyit a rád bízott emberrel, szülőddel, nagyszülőddel, gyermekeddel, unokáddal, testvéreddel, férjeddel, feleségeddel, mint amennyit foglalkozol ezekkel az egyébként nagyon kedves teremtményekkel? Melyik van nagyobb becsben tartva? Úgy tűnik, hogy a gyökere ugyanaz, és így érkezünk meg a gondolatkör mi szempontunkból végére. Úgy tűnik, hogy a gyökere ugyanaz, mint amiért a szombatot is kihívás értelmeznünk. Nagyon szívesen maradunk meg a biztosnál, az egyértelműnél, a változhatatlannál. Egyszer azt mondtam a kutyusnak, hogy ez így van, ő megtanulta, és az úgy van. És nem kell neki 10-szer elmondani. Mondjuk ez csak egy feltételezés részemről a kutyákról, nekünk macskánk van, 100 000-szer próbáltam neki elmondani, hogy ne jöjjön fel a kanapéra, de mindig feljön a kanapéra. De hát a macskákkal biztos van, hogy más dologban van állandóság, mondjuk abban, hogy mindig feljön a kanapéra. De hogyha egyszer megtanuljuk az állat lelkét, és hogy hogyan működik, akkor azt mondjuk, ez így működött, ez így van, ebben nincs változás. A kutya, kutya, a papagáj, papagáj, a macska, macska, a hörcs, hörcsög, és kialakul egy jó rend. És az embernek nem ilyen. Valaki azt mondta, hogy
25 vagy 30 évnyi házassága után már legalább 9 felesége volt. Pedig ugyanazzal a valakivel kötötte össze az életét, és élte ezt a 25-30 évet. De már annyit változott a felesége. Annyi új élmény érte a munkahelyén, abban, ahogy növekedett, ahogy abban változott az élete, hogy már legalább 9 karakterét látta a feleségének. És pont ugyanígy fordítva is, mielőtt még férfiak azt mondanánk, hogy hát ez az, a nők állandóan csak változékonyak. Mi is azért tudunk változni. Hát, ehhez a változáshoz hogyan lehet alkalmazkodni? Hogyan lehet a szabályokat meghozni? Nem ugyanaz a gyökere és problémája az emberekkel való küszködésünknek, mint ami volt a régieknek a szombat. És végül hadd mondjam, ugyanaz a gyógyulásunk is. Kapcsolataink pont ugyanazért gyógyulnak, mint amiért gyógyulhat a szombatnapi történet és a szívünkben. Jézus célba és irányba állítja a szombatot. Azt mondja, keresd meg, hogy egy szombatnapon hogyan lehetsz áldássá mások számára. Keresd meg, hogyan lehetsz abban a pihenő napban, nem a munkád, a robotod fogja, hanem hogyan lehet szabadon, kedves és szeretetteljes, túlcsorduló és áldásos a másik számára. Enni adsz az éhezőnek, figyelsz rá, beszélgetsz vele, túl a kötelességeiden, túl a munkaidő 6 napi verkéjén, azt mondod, a vasárnap az Úr napja, és keresem. Keresem, hogy Isten ezen a napon kit és hogyan bízott rám. És akkor, amikor elakadnál, és akkor, amikor nem lenne erőd erre, akkor gondolj arra megváltóra, arra Jézus Krisztusra, akiről úgy mondta az Ézsaiási profécia, hogy lélekkel betöltve, a Szentlélek által átitatva, de elindult ezen az úton, nem szított viszályt, nem lármázott, nem hallott a hangját az utcán, megrepett nátszálat nem tört el, és füstölgő mécsest nem oltott ki, míg győzelemben elvitte az ítéletet. Ha szeretnél a magad körül lévő megrepett nátszálakat, emberi sorsokat értek ez alatt, vagy füstölgő mécseseket, megtört lelkeket hallunk ebben, ha szeretnél melléjük állni segítőként, akkor a mai Isten tiszteleten abban erősíthetünk meg, hogy Jézus volt az, aki te melléd is, és én mellém is, amikor füstölgő mécsesek voltunk már csak, megrepett nátszálak voltunk már csak, odaállt mellénk, és adott nekünk. Van, aki azt mondja, nem tudok eljutni a templomba, annyi dolgom van. Tudom, ez milyen. Jusson eszünkbe. Jézusnak annyi dolga volt az életben, még fönn a mennyben. Ő volt az Atya fia. Biztos nagyon elfoglalt volt a mennyben. És ő eljött, érted és értem. Elhagyta a kényelmét, emberré lett, meghalt és feltámadott. Aki kapizsgálja, érzékeli, akinek a szíve átitadódik ettől, ennyire fontos voltam a fiúnak, az egyre inkább azt mondja, jönni akarok, élni akarom a vele való életet, és szeretném, ha ezt túlcsordulhatna másokra. Így tudom feltankolni, innen tudom továbbadni. Amen. Így meg kell válaszoljunk.
Urunk, te látod, hogy hányfajta új szabályt állítottunk fel az életünkbe, amelyek pusztán arról szólnak, hogy védjük magunkat, a biztonságunkat, hogy semmi se változzék, és a körülöttünk lévő emberek mindeszközök csupán a tekintetünkben sokszor, akiket arra használunk, hogy a mi biztonságunkat szolgálják, és arakszunk, hogy változnak a szüleink, arakszunk, hogy változnak a nagyszüleink. Dühösek vagyunk, hogyha a gyermekeink felnőnek, és olyan dolgokat tesznek, amit kisgyerekért nem. Mert nem értjük. Nem értjük a törvényt, mert nem értjük téged, a törvény adóját. Nem értjük, hogy te azért adtad, hogy eszköz legyen egymás felé. Hadd kóstolgassuk mindazokat, amiket te adtál, azért adtad, hogy egymás felé tudjunk nem félelmeket adni, hanem szeretetet. Nem újabb és újabb megfelelési kényszereket, hanem megbocsátást. Hogy tudjunk túllátni magunkon, és a magunk lelki állapotának biztonságán. Hogy tudjuk megérteni, hogy a másik ott van, odaadtad nekünk, odaadtad mellénk. És lehet, hogy igen, lehet, hogy a mi jó szavunkra vár, vagy lehet, hogy éppen arra, hogy csak csendben ott legyünk, hogy szeressük, hogy segítsük őt a megbocsátásban, hogy adjunk neki erőt, hogy a sok fájdalmában, amit hordoz az élet terheit, megvetettségében, megalázottságában akár, legyen kiben kapaszkodnia. Urunk Istenünk, azért adtad a vasárnapot, hogy végre, végre és újra rád csodálkozzunk, hogy mindezek mögött te vagy. Hogy te adtad szeretetből önmagadat, hogy te adtad a megbocsátást, elsősorban te tőled, mi felénk, hogy te irgalmaztál, mert nem áldozatokban gyönyörködsz, hanem irgalomban, és példát adtál nekünk, és előttünk jártál, és akkor, amikor eljövünk vasárnap ide akár, akkor nem valami nagy dolgot teszünk, hanem egyszerűen csak, bár fény évekkel utánad, de próbálunk téged követni, te eljöttél, értünk erre a világra, mi eljövünk, hogy hódoljunk, hogy tiszteljük, hogy magasztaljunk téged, és hogy ebből merítsünk erőt azokhoz, akikhez elfogy egyébként. Sok füstölgő mécses van, sok megrepett nátszál van, és még csak hangosan kiabálunk emberileg körülöttük, még tovább gyötörve őket. Bocsáss ezt meg nekünk. Köszönjük, hogy ma is meghívsz minket, mint a te néped, és ma is meghívsz minket a te népedhez, hogy éljünk a bocsánattal és a szeretettel, és kóstolgassuk, hogy amit te adtál tőlünk, az jó, az jó. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy feloldottad feloldhatatlannak tűnő ellenmondásokat, helyére tetted a már sok sebet okozó, sok helyre levert szövetként a törvényt, sok mély sebet okozva emberek szívébe, de te helyére tetted. Mert elsősorban önmagadat sebzett meg ez a törvény. A te szívedet ment keresztül, a te életeden keresztül, te életeden keresztül, a te oldalad sebeztetett meg a törvény téged. Téged győzött le, hogy aztán te győzd le azt. És feltámadásoddal meghirdest. Igen, élhetünk jól vele. Így vagyunk előtted most a betegeinkért, ki hosszú ideje hordoznak, vagy éppen nem régiben jött elő valamilyen nehéz kór. Gyógyítsd őket, kérünk. Kérjük azokért, akik hordozzák a gyászt a szívükben. Könyörülj rajtuk, vigasztald őket. Imádkozunk Istenünk, hogy könyörülj ezen az embervilágon is, hozd el békédet ide a szomszédunkba is, a szomszéd országba is, ahol csak sötétséget és fájdalmat hallunk vagy látunk. Urunk, hozd törvényt, amelyik megállítja a gonoszt. Hozd el a te ítéletedet a népeknek.
Hozzád könyörögtünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket foglaljuk el, elmondom a hirdetéseket. Nagyon szépen köszönjük a hétfői szolgálatotokat, amit a templom szentelés kapcsán tettetek, hála érte Istennek. Feleségemet sasoltam, hogy bejönem, mondta, hogy szeretne ő is mondani a mondatot ezzel kapcsolatban. Egyszerűen csak jó volt látni benneteket, ahogy a gyülekezetet önmagatokénak éltétek meg, és sok-sok minden buzgó dolgot hozzátettetek ehhez az ünnepséghez, amit kicsit úgy éreztem, hogy a következő héten is még olyan utóhatásai voltak, ha szabad így mondanom, pozitív értelemben, hála Istennek, amelyek bennem azt erősítették, hogy Isten irgalmából megadathatott, hogy Isten tiszteleten lehessünk együtt az ő jelenlétében. Hála érte neki, köszönjük a ti buzgóságotokat. Van még két köszönet a részemről, mint az Isten tisztelt végén a hirdetésekben. Az egyik a, megfordítom, mint hogy a lapra írtam, a gyerek Isten tiszteletes szolgálókra vonatkozik, és úgy látom, hogy nagy részük nincs itt. Ezért könnyű dolgom van, mert gyorsan fogom elmondani, ha bár Tibor itt vagy. A gyerek Isten tiszteletek úgy változnak a nyári időszak folyamán, hogy akik egész évben vállalták ennek a szolgálatát, a kis család, Márti és Domi, Erika, egyházi Erika, a Bogyó család, Judit és Csaba, a Roni és a Laci, Bakóéktól, Csilla és Tibi, meg a feleségem. Nem mondtam ki senkit. Nagyon köszönjük nekik, ha ti szülők vagytok, vagy nagyszülők, ti is megköszönhetitek neki Isten tisztelet után, akik itt vannak, fognak kapni csokoládét, meg egy könyvutalványt a könyvasztalon. Ez egy ilyen handmade könyvutalvány, ez a kis ajándékuk, olvassanak sokat, gyerek, hogyan kell gyerek Isten tiszteletet tartani, vagy pont, hogy ne azt olvassák, hanem minden más, ami itt van a könyvasztalon. A könyvasztalt nektek is hirdettem, zárójel. Júniusban még itt vannak velünk a könyvek, vegyétek, becsületkasszás, ott vannak az árak, fölírjátok, kifizetitek, beleteszitek, nagyon jó könyveink vannak, és már csak itt, nem a miénk, hanem a Calvin és a harmad kiadósok, júniusban még tudjátok őket vásárolni. Szóval köszönjük a gyerek és tiszteleteseknek, gondolat vissza, és nyáron szülőket, benneteket buzdítunk, fogom is kiküldeni majd az e-mailt, hogy lehet gyerek felügyeletet vállalni, nem kell Isten tiszteletet tartani, de gyerek felügyeletet kérünk, hogy vállaljatok. Ha jól csináljuk, akkor egy családra egy vasárnap jut, két ember, aki összevontan az óvisokkal és iskolásokkal foglalkozik. Nem ennyien vannak, mint amit most kinéztek, mert ez egy rémisztő létszám, de hogy nem kell ilyen sok gyereke vigyázni, kevesebben lesznek nyáron, úgyhogy óvisokat és iskolásokat egybe, szülőket kérem, hogy ebbe álljunk bele a segítésbe, szolgálatba, hogy szeptembertől a munkatársak új út erővel tudják elkezdeni. Még a hirdetőasztalat hirdettem, hogy van a Karakter magazin, egyházkerületünk újságja, magazinja, folyóirata, amit lehet olvasni, vinni és visszahozni, illetve hirdettem, hogy a Keresztelős család egy apró szeretetlenséggel, kis szeretetlenséggel készült nekünk
Szóval ők is fognak falatozni, de nekünk is hoztak falatozni valót. Úgyhogy lehet ismerni szeret végén nem elszaladni, hanem szeretet lakomázni. Átkeresztelték a múlt hétfő kapcsán a szeretet vendégségét szeretet lakomára. Ez egyik beszámolóban is nagyon tetszett nekem. Innen kezdve Diósdon szeretet lakomának hívjuk a szeretet vendégséget, mert így került be a falusi egyik újságba, és nagyon tetszik szeretet lakoma. Lakomászunk a szeretetből, meg a pogácsából is, és kezdve beszélgessünk. Az záró hirdetésem pedig Roberthez és Krisztinához is szól. Nemrégiben, adventkor mutatkoztatok be. De nem mondtátok, hogy ez ilyen villám bemutatkozás. Arról van szó, hogy ahogy befogadtuk Robertet és Krisztinát, nem azért, mert nem fogadtuk be őket jól, ezt mondták, hogy nem velünk van a bajuk, hanem költöznek. És együtt örülünk velük, mert szép álmuk teljesül. Vagy olyan helyre költözhetnek, ahol picit nagyobb téren, kerttel együtt tudják a szép családjukat, Milánt és Vikit tovább nevelni. Úgyhogy Milán és Viki is osztopos hittanosaink is, gyerekisten tiszteleteken is itt szoktak lenni. Ők is most költöznek veletek együtt nyilván, és látom Milánon is az örömöt, ebben a kert sokat mesélte az otthonról, a kárpátaljai otthonáról, és hogy mi van otthon, meg a kutyusáról. Nem tudom, hogy lehet-e majd kutyája itt Milánnak, majd Albert is, vagy az apai szív megenged, vagy nem. De jók a kutyák, mert azt teszik, amit mondunk nekik, szóval javaslom inkább, mint a macskát, Robert. És hát a tisztem az az, hogy tisztünk, hogy elköszönjünk tőletek, ahogy befogadtunk benneteket, hogy tovább is küldünk benneteket ezzel a jó reménységgel, hogy ott is a református gyülekezetet nem csak hogy felkeresitek, hanem otthon leltek majd benne, a nagy egyházban. A református egyházban is így vagyunk otthon, ilyen értelemben. Örültünk, hogy megismertünk benneteket, nagyon. Köszönjük azt, amit ti tettetek hozzá a gyülekezetünkhöz, és utatokra bocsátunk benneteket, és adja meg az Isten, hogy minden szép álmatok és tervetek, ami van, az kibontakozhassék ott. Fennállva nekik is énekeljük el a 134. Zsoltár harmadik versét. Tőlük is szabad majd elköszönnünk, szeretettel útra bocsátanunk őket személyesen is. Az áldást mondom, az Istennek békessége, mert minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldást, békességet. Köszönjük el egymástól.